Egy közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe Kovácsné Halász Éva, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Csanádpalotai Szervezetének elnöke, amelyben arról ír, megdöbbenve olvasta Debreceni István polgármester jelölt kampányban tett kijelentéseit, és visszautasítja azokat. Kiemelte, Debreceni István lehet, hogy nem tagja a Jobbiknak, de az egészen biztos, hogy kötődik hozzá, bár saját bevallása szerint épp annyira jobbikos, mint amennyire fideszes. A pártpalotai elnöke továbbá arra is kitért, a 2014. évi országgyűlési képviselő választás kampányában Lázár János több mint 300 plakátját rongálta meg Debreceni, ezzel szemben Kis Attila plakátjaihoz nem nyúlt. A Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság megállapította, hogy tudatszűkült állapotban, mentális zavarral küzdve 380 darab plakátot sikerült a 2014-es választási kampányban a Jobbik helyi jelöltjének letépnie, leszakítania. Azt kell eldöntenie a csanádpalotaiaknak, hogy egy mentális zavarral, tudatszűkült állapottal küzdő emberre bízzák-e a közösség sorsát. Ha véletlenül így sikerülne, az izgalmas lenne, úgy gondolom, a jövőt illetően csanádpalota életében, nem unatkoznánk. Emellett viszont 2014-ben Debreceni azt állította, hogy őt a Fidesz támogatta, de itt Kovácsné rámutatott, soha nem támogatta a párt egyetlen választáson sem. A botrányokkal övezett kampány kapcsán stábunk kíváncsi volt, így néhány nappal a választások előtt vajon mit gondolnak az eddig történtekről a helyiek, és szerintük ki alkalmas a település vezetői posztjára. Nyerges léle. Hát, az akármikor az ember a szóba. Ási polgármester jelölt, Debrecen István, az lenéz. Mondott ilyet, hogy három autója is van ott Szombaton, aminek hívják az adóságja van, hát akkor minek három autó fenntartanak. De mi, meg azt mondta, hogy a polgármesteri fizetését a feladával alapítványnak, akkor mi él? Már ennyi idő alatt meggyőzött Erzsike személyébe, abszolút meggyőzött róla, amit eddig nem igen tapasztaltunk, hogy okos, művelt, hozzáértő ember, aki már évek óta ezt csinálja, és nagyon, nekem nagyon szimpatikus. Itt van Erzsi elej. Tehát Nyergesnére szavaz? Igen. És miért? Hát én az apjával nagyon jóba voltam, még velük is. Én tisztelem, becsülöm. De persze én azt nem. Miért nem? Észreszedte már magát. Adja a szerencsétlen embereknek. Megbízhatónak tartja egyébként Debreceni Istvánt? Mondjam, nem nagyon. A csanádpalotaiak vasárnap reggel 6 órától este 7 óráig adhatják le szavazatukat. Összesen 3 szavazókör áll erre rendelkezésre. Hogy kinek hova kell mennie, azt a választási irodától kapott értesítőben olvashatják. Fontos, hogy szavazni érvényes személyigazolvánnyal és lakcímkártyával lehet.